igen, sok esetben gondolkozol úgy, hogy valami menet közben dől el, hogy jó, vagy rossz lesz, hogy a visszajelzések milyenek egy dologgal kapcsolatban, mondjuk, amit eltervezel. Vagy megvárod, hogy amit eltervezel, annak vége legyen, és akkor majd utána eldől, hogy az jó vagy rossz döntés volt. Igyekszem úgy csinálni, hogy a döntés magát jól előkészítem, és akkor utána végig is viszem, amit elterveztem, de azt még eltervezem, az egy elég hosszú folyamat, ebből adódóan inkább a tervezés vesz több időt el, mint a megvalósítás, de természetesen figyelek arra, hogy milyen visszajelzések jönnek, akár közben, akár utána. Mondjuk neked a munkádhoz is szükséges az szerintem, hogy már mindenféle végvariáció végigfusson az agyadban, akár úgy is a meccs közben, hogy mi lesz egy, nem tudom, egy akciónak a vége, meg úgy a vállalkozások terén is kell már közben lenni mindenféle variációs lehetőségnek, vagy végkifejletnek. Abszolút jól látod, hogyha a játékvezetői részét nézzük, akkor nem árt, hogyha az ember olvassa a játékot. Ha pedig a vállalkozói részt nézzük, akkor nekem ugye alapvetően arra kell törekednem, hogy a partnereimnek az igényét kielégítsem, és hogyha van egy adott tender például, akkor abban hogyan tudom a lehető legjobb megoldásokat adni nekik, és lehet esetben ez nem csak egy megoldás, hanem akár több megoldás, amiből ők utána kiválasztatják a legtesthez állók. Egyébként az, hogy több megoldás van, ez a munkádra is igaz, mert hogy nem egy szegmenssel foglalkozol, hanem több dolgot csinálsz egyszerre, de is multifunkcionális ember vagy. Mondjuk, hogy igyekszünk több lábon állni, valóban a cégünknek az életében is inkább az a jellemző, hogy nem csak egy szegmensben szolgáljuk ki a partnerünket, hanem igyekszünk mindent kiszolgálni nekik, tehát hogy konkretizálom, hogy nem csak egy munkaruhát vallássuk el őket, hanem az irodaszerrel, vagy éppen a csomagolás technikai anyagokkal is, nem beszél mondjuk a higiéniai felszerelésekről, tehát ugye alapvetően is egy komplex gondolkodást igényel maga a céges cégműködtetés, illetve a cégnek bármely szegmense, de ezzel együtt miután ugye próbálunk több lábon állni, így akár az ingatlanoknak a dolga is hasonló gondolkodást igényelnek, vagy éppen egy üzleti döntést. Hogy fért ebbe bele a foci? Hogy jött a futball? Hát igazából a futball az úgy jött, hogy édesapám futballozott, és gyerekként is mindig foci meccseken voltam, és én is kiskoromban elkezdtem focizni. Hát 6-7 éves koromban voltam először fociedzésen, előtte már úszni jártam, de végül aztán a futball mellett döntöttem. És ugye, aki egyszer kicsit belekóstol ebbe a világba, az nagyon nehezen szakadt ki belőle. És amikor a futballt abba hagytam, fogalmazott meg, hogy abba hagytam, vagy nézeteltérések miatt jobbnak véltem, nem továbbiakban nem ebben a futballista közegben maradni. Akkor utána azért a fű illata, a labdapattogása hiányzott, és így játékvezetőként tértem ebbe vissza. És ugye ez olyan, hogy fér bele a játékvezetés a kérdésre is válaszolva, ugyanúgy, mint a horgásznak az, hogy elmegy horgászni. Tehát ugye mindenkinek van egy hobbija, én is természetesen a hobbiként tekintettem, azzal együtt, hogy nyilván több időt igényel, mint mondjuk az, hogy hétvégén lemegyek a Tiszára pecázni egyet. Ettől függetlenül próbáltam összeegyeztetni úgy a vállalkozói dolgokat, mint pedig a játékvezetéshez szükséges edzéseket, mérkőzési eljárásokat, természetesen a magánélettel. Ha már így megemlítetted ezt az összeegyeztetést, akkor az kell is szerintem a te életedben, hogy hol itt vagy Magyarországon, mondjuk nem a mostani helyzetet tekintve, de hogy te nagyon sokat utazol, és közben meg nagyon, nagyon fejben itthon is kell lenned, mert az itthoni dolgokat is valahogy koordinálni kell. Igen, az itthoni dolgokban annyiban azért szerencsém van, hogy a szüleim, illetve a bátyám is a cégben dolgoznak és komoly segítséget nyújtanak, úgyhogy napi szinten bármikor tudok rájuk támaszkodni. Ezzel együtt akár a játékvezetés miatt, akár üzleti szempontból elég sokat járunk külföldön, vagy adott esetben külföldi beszállítóknál, gyártóknál tárgyalunk. Ezekhez viszont a mai világban már csak egy internet elérés kell, tehát ezt egy mobiltelefonnal és egy internettel bármikor napra kész tudok lenni. Azokat a háttérmunkákat, amikhez esetleg irodai jelenlétre van szükség, azt pedig a kollégák biztosítják. Nagyon tudatos ember vagy, én azt tudom rólad, hogy te úgy eltervezted, hogy hány évesen mit fogsz csinálni, meddig fogod csinálni, hogy fogod csinálni, milyen körülmények között, hogy ezt hogy építetted fel annyira fiatalon, amikor kitaláltad, mert hogy tényleg nagyon fiatal volt. Mondhatom azt, hogy kamasz voltál, és a kamaszokra azért nem az a jellemző, hogy úgy
egy irányba elindulnak, hanem sok minden érdekli őket, és aztán majd valahogy ezt úgy kiforogja magát. De hogy te ilyen nyílegyenesen mentél előre? Hát igazából egyik az nyilván volt egyfajta mintám, tehát hogy apukám is sok mindent csinált a munkája mellett, edzésködött, futball eseményeket csinált gyerekekkel, futballtornákra járt, úgyhogy minden szegmensben egy kicsit belekurszottunk, igazából még kamaszkorunk előtt már büfét üzemeltettünk a focitornákon, a bátyámmal 10-12 évesen, úgyhogy valóban, amikor a lehetőségek adódtak, akkor ezt az üzleti vénát, amit leginkább úgy gondolom apukámtól örököltem, ezt egy kicsit bátrabban meglovagol, mint ahogy tette azt ő korábban. Ebbe a világba találtam meg azt, ami a napi szinten is kellő motivációt ad felébredni és elindulni dolgozni. Ezzel együtt valóban elég fiatalon, 14-15 évesen kezdtem ezt az üzleti üzletelést lényegében, tehát a vállalkozói dolgokat. Mindig azt mondom, hogy igazából ennyiben különbözök azoktól, akik mondjuk 45 éves korukban érnek el valameddig, hogy ők mondjuk 25 éves korukban kezdték, én meg 14-15 éves korunkban, tehát ennyi időbeli előnyünk van. 10 év plusz a te javadra. Igen, azért mondom azt, hogy ők 45 éves korukban esetleg vannak, érnek el oda, de igazából mindenkinek más az életútja. Így aztán nekem ez volt ami a kiváltó oka volt, illetve hát nyilván szerettem volna önmagamat is kipróbálni, hogy mire vagyok képes. Külföldön, amikor kint tanultam Olaszországban, akkor láttam, hogy a fiatalok a gimnázium után nagyon sokan nem mennek egyetemre, hanem először különböző állásokat próbálnak ki, és utána annak rendes módja szerint, hogy melyik tetszett nekik, akár havonta váltottak munkahelyeket, ott is futballoztam kint, és a csapattársaimra ez volt jellemző, hogy elvégezték már a gimnáziumot, és ki ilyen szegmensbe, ki olyan szegmensbe elkezdett dolgozni, és azután, amikor látta, hogy mi az, ami neki a legtesthez állóbb, utána mentek egyetemre, és ugye a munka mellett végezték el az egyetemet, és ez alapvetően egyébként közel állt az én gondolkodásomhoz is. Mondjuk én ezt nem választottam külön, mert már tudtam, hogy mi az, amit szeretnék, és mellette ugye Debrecen Egyetem hallgatójaként végeztem. És azért most már oktatsz is, hogyha lehet. Tehát, hogy van egy ilyen tárgy, amit tőled lehet megtanulni. Igen, valóban. A Debrecen Egyetemnek van egy akkreditált képzése, ami a labdarúgás játékvezetéssel kapcsolatos, vagy a labdarúgó játékvezető képzés, és ezt a képzést 6-7 éve indítottuk el a Pöszmet Tiborral, illetve a Bágy Zoltán úrral együtt, és akkreditálva lett, és azóta minden évben jelentkeznek hallgatók. Ez egy C-típusú tantárgy egyébként, és ezt az oktatom lényegében minden év és fél éven keresztül. Na, egy kicsit még valamilyen szegmens legyen, amiben még nem kóstoltunk bele. Menjünk még vissza egy picit arra a kamasz időszakra, hogy nem volt, amikor féltél, amikor bizonytalan voltál, hogy jó-e az, amit csinálsz, vagy hogy sikeres lehet-e ez, megéri ez, hogy én tudom, hogy te még újságot is hordtál ki. Igen. Tehát, hogy te mindent megragadtál, ami lehetőség volt, hogy elérd a céljaidat. Hát valóban a kezdetén nem nagy vállalkozó voltam, az biztos, mondjuk ma sem vagyok az, de mondjuk eleinte lépcsőházat takarítottam, és reklámújságot hordtam hétvégente. Hát akkor ezek a lehetőségek adódtak, a zseppénzt, mint olyat, azt ugye előteremtettük, ezzel a szülőket is segítettük, mert ezt egyébként hozzáteszem, nem egyedül csináltam, a bátyám akkor is velem együtt söpörte most a lépcsőházat, amiben éltünk, illetve hordtuk az újságokat városszerte. Én azt is élveztem, egyébként annak is megvolt a maga kis pozitív hozzáadott értéke az életemhez, és minden egyes összeget, amit hónap végén megkaptunk, azt talán jobban is becsültünk, mint bármikor egy 20 forintot, amit kaptunk mondjuk gumicukorra az általános iskolába. Miket tanultál, vagy hasznosítasz, vagy építettél be ezekből a dolgokból, amiket megéltél, magad megéltél, megtapasztaltál? Igyekeztem mindent egyébként, szerintem mindenben lehet valami tanulópontot felfedezni az életben, bármilyen szegmensben dolgozik az ember. Mondjuk az elején, hogyha ezt a takarítást és újsághordást veszük, akkor eleinte azt a kitartást és azt a munkát, amit egyébként a szüleimtől láttam, hiszen világéletükben rengeteget dolgoztak azért, hogy lehető legjobb körülményeket teremtsék meg nekünk. Ugyanezt a kitartást tanultam meg tőlük, és tanultam meg ezen munka által, de természetesen mindenkiben bennem is van félsz bármilyen üzleti dolog kapcsán.
hiszen azon túl, hogy a saját dolgaimért felelek, én valahol azért felelek édesapámért, édesanyámért, bátyámért is, hiszen ha mondjuk adott esetben nem jó üzleti döntést hozok, és nagyon nem jót hozok, akkor az adott esetben az egész családot veszélyeztetheti. Úgyhogy... És felelsz még valakiért, aki ilyen központi, abszolút központi ember a te életedben? Hát igazából egy személy van, aki mindenki felett áll, a kisfiam, ezt nagyon jól tudod, nagyon jól látod. Valóban igyekszem úgy is a privát részeket is úgy építeni, hogy a jövőben neki is legyen adott esetben problémája, ha mondjuk velem gond adódna. Mi az, amit meg tudsz majd neki tanítani, hogy még ő kicsi ahhoz tényleg, tehát hogy még tőled is, mikor te ezt elkezdted, ahhoz képest is sokkal fiatalabb vagy kisebb gyermek, de hogy mi az, amit mindenképpen akarsz majd, hogy az ott lebegjen előtte példaként? Én azt gondolom, hogy valamilyen úton módon azt a fajta példát és útmutatást, amit a szüleimtől kaptam, azt szeretném neki is. Én nem hiszem azt, hogy ha adott esetben, mikor ő ezt az életkort eléri, amit én, mindenem megvan, az rendben van. Én nagyon örülnék neki, ha ő is elmenne újságot hordani, vagy éppen szorolapot kihordani, ha ilyen jellegű dolgokat is csinálna, hiszen elég gyakran esnek abba a hibába a vállalkozói szférában lévő gyermekek, hogy minden megvan és kevés dologért kell tenni. Én tovább is azt gondolom, hogy én mai napon is, meg holnapi napon is a következő dolgokért szeretnék tenni, és ezt szeretném valahogy a gyermekemnek is átadni, hogy becsülje azt, ami van, és azon túl, hogy becsüli, azon túl próbáljon törekedni mindig a jobbra, és picit nagypapám mondta mindig azt, hogy arra kell törekedni az édesapától, többre vidd az életben, úgyhogy igyekszem én is valahol, mind emberileg, tehát természetesen az anyagi rész is egyfajta rész, de soha ne az legyen a legfőbb motivum az életében. Fontos természetesen, de az emberi dolgok azok talán még e felett vannak mindig, bizonyos helyzetekben főleg. Hogyha már így a emberi helyzeteket megemlítetted, akkor a futball kapcsán is nagyon sok mély tapasztalatot szereztél, vagy emléket, vagy csak olyan momentumot, ami azt mutatta, hogy ez fontos és ezt kell csinálnod. És ezek megmaradtak ilyen örök emléknek. Meg több ilyen örök emlékem is van valóban. Azért hál' Istennek elég szép helyekre jutottunk el, akár a Vad Pistivel, akár a Kassai Viktorral. Azért van egy két külön nagyon kiemelhető emlékem, az első Bajnokok Ligája mérkőzésem, amikor tartalékként voltam a Manchesterben, és ezt számtalanszor elmondtam már, de tényleg ez egy nagyon kedves emlék, amikor ugye sok olyan mérkőzés van, az ember szeretne ott lenni nézőként. És a Bájc Zoltánék kint voltak egyetemi együttműködést hoztak létre a Manchesteri Egyetemmel, és mi pont akkor voltunk egy Manchester United Wolfsburg mérkőzésen, és csak sétáltam befele az öltözőbe az oldalamon Gix-el, éppen egy ságalapos szituációt beszélgettünk, amikor valaki szalad le a 30. sorból kiabálva, hogy Peti, itt vagyok, és integet, és akkor, amikor az ember balra néz és látja a Bájc Zoltánt, akkor egy kicsit ugye el is érzékenyül. A másik meg azért azt gondolom, hogy amúgy is keveseknek adatik meg, de azért a Viktor Oldán szintén egy Európa Liga elődöntőn részt vehettem, ami szintén nagyon nagy élmény volt Liverpoolból, de akár Vad Pistivel egy barcelonai Bajnokok Ligája mérkőzés, ezek rengeteg olyan pozitív élményt adnak, amiben a mindennapokban is jó visszaemlékezni, vagy akár lehet kamatoztatni a jövőben majd. Ezek most elmaradtak, ezek az élmények az elmúlt néhány hónapban? Ezek az élmények elmaradtak az elmúlt néhány hónapban, de sokkal több új élményre tettem szert, hiszen rengeteg olyan dolgot tudtam csinálni a kisfiammal, amit mondjuk korábban nem tudtam pont ebből kifolyólag. Mire jutott idő? A legutolsó ilyen élményem például az, hogy hétvégén megtanultunk pótkerék nélkül biciklizni. Ez óriási eredmény. Hatalmas, főleg, hogyha azt hiszem, hogy a második napon már utána nem is futnom kellett mellette és tartani a kis biciklit, hanem én mehettem a saját biciklimmel. Innentől kezdve újabb és újabb élményeket gyűjthetünk közösen. Ezek azok a dolgok, amik ilyen felbecsülhetetlenek szerintem. Tehát, hogy bármi siker a gazdasági életben, az jó persze, de hogy azt néző, hogy az ember gyereke segítség nélkül tud egyensúlyozni a kis bicikliével, az megfizethetetlen. Én valóban nagyon fontos a gazdasági dolgok, nagyon fontos a pénzes dolgok, de van ezek a dolgok, amiket valóban pénzen nem lehet megvenni, az sokkal többet ad az ember életéhez. Legyen egy mosoly egyébként, egy közös csintevésünkből, a medencébe való beugrástól, vagy éppen egy cseresznyézés, a fülre akasztott cseresznyézés, vagy éppen ő az úszószemvegét megkapta pár héttel ezelőtt, akkor nekem is kellett, hogy a víz alatt tudjon puszítani. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, amihez nagyon kevés a pénz.
viszont sokkal több együtt töltött időre van szükség, és nagyon sokat segített nekem az elmúlt időszakban az, hogy sokat tudtam vele együtt lenni, ahhoz képest, amennyit korábban mondjuk együtt töltöttem vele. Pont ezt akartam mondani, hogy erre viszont jó volt ez az időszak, hogy nem kellett annyi sokat utaznod, hanem itt tudtál maradni helyben. Alapvetően nem nagyon sokat kellett utaznom, hiszen az elmúlt fél évben sérült is voltam, tehát én december óta itthon sem voltam mérkőzésen, mert azért az is hozzátartozik, ha Magyarországon megyünk egy mérkőzés és Budapesten túlra szól a küldés, és elég sok NB1-es csapat van, aki Budapesten túli, azt ugye előző napi utazást igényel, onnantól kezdve ugye az a nap is elcsúszott, a meccs napja is, és valamikor hajnalba keveredik haza az ember, mondjuk Zalaegerszegről, akkor azért a vasárnap sem annyira minőségi, így most sokkal jobb volt, hogy ebben a sérült időszakban együtt tudtunk olyan minőségi időt tölteni, amely rengeteg pozitív élményt adott, azt gondolom neki is, meg nekem is. Mi az, amit még meg szeretnél tapasztalni, amit ki szeretnél próbálni? Ezzel én tudom, hogy van még egy-két olyan érdekes dolog, amit tanulsz, vagy ami érdekel, még a munkán és a futballon kívül is. Igazából nagyon sok olyan dologra szeretnék időt szánni majd rövid időn belül, amire mondjuk kevesebb időm. Nagyon szeretem a nyelveket, úgyhogy szívesen tanulnék még további nyelveket. Valamint ugye korábban is beszéltük már, hogy nagyon szeretnék meg tanulni zongorát. Ez nem sok mindent. Sikerült elindulni ezen az úton. Nem indultam el. Mondd el, hogy mit tudsz eljátszani. A boci-boci tarkának egy bizonyos részét, de azt is most tanultam a városbálon meg. Úgyhogy azt, hogy megtanultam az erős szövezre, megmutatták. Nem vágynék én sok mindenre, egy Schubert pisztrányot el tudnék zongorázni, annak örülnék, és az elég is lenne, mert az bármikor a repülőtéren, ha megállunk a kollégákkal, biztos leesne mindenkinek az állahelyén, leülnék és zongoráznék. Igazából csak ilyen jellegű indítatásokból, de mondjuk sokkal többet... Nagy koncertet nem tervezel. Nem, bár a víztorony sok igen, koncertre alkalmas, egy tökéletes helyszín lenne, de szerintem a közönség nem biztos, hogy mondjuk egy Kledermannal nem lenne inkább kíváncsi, mint mondjuk én rám, úgyhogy maradok azért a kaptafámnál, de ettől függetlenül rengeteg dolog van, amit azt gondolom az életben még lehetne, mondjuk sokat többet olvasni, mint ahogy korábban tettem. Vannak olyan dolgok, amik úgymond sokat adhatnak még az élethez hozzá. Gasztronómia is érdekel. Nagyon szeretek sütni, főzni, igen. Ez egy új szenvedély? Igen, abszolút új szenvedély. Illetve annyira nem új szenvedély, amikor kicsik voltunk, nagyon nagy családunk van, ugye 17 unokatestvérem van, alapvetően apukámék, 6-an, anyukámék, 4-en voltak testvérek, hogy egy-egy család összejövet, akkor az elég szép számban voltunk a házban, és akkor mindig közösen készítettük mindent, édesapám, bátyám, meg édesanyám és én. Nyilván édesanyám volt a főnök, és mi meg a keze alá dolgoztunk, és a tavalyi évben lehetőségem volt arra ősztől, hogy 14 héten keresztül egy elég szuper helyen tanuljak gasztronómiai dolgokat. Nagyon-nagyon megtetszett, így nagyon sokat sütünk, főzünk, és ugye ezek is olyan élmények, amit nekem élményben megtanultam, hogy mondjuk meg tudok csinálni olyan ételeket, amit mondjuk a tévében látok csak, mert nagyon különleges ételek, de mondjuk nagyon nagy élmény a kisfiamnak is, amikor leülünk együtt, és mondjuk egy sajttortát csinálunk együtt, és utána az eredményét pedig nagyon-nagyon nagy örömmel fogyasztja. Mennyire tudjátok tartani a kapcsolatot? Tehát a Berettyán család az valóban egy ilyen nagyon szerteágazó família, és nagyon sok unokatestvér van, azt se lehet tudni, hogy kinek a testvére, meg vannak még névazonosságok is nálatok, de hogy tudjátok tartani így a kapcsolatot? Mennyire tudjátok szorosan megőrizni azt a nagyapai örökséget, vagy nagymamai örökséget? Ugye nyilván ez az idő múlása, hogy ahogy öregszünk, ez egy kicsit ugye annál kerül lazább és lazább állapotba. Valóban szoktam mondani, minden Berettyán rokon, tehát ugye ilyen szempontból elég különleges vezetéknevünk van, és elég sok Berettyán, hála Istennek, hogy nagyon messzire nem menjünk, a Nemzeti Színházban is fel lehető két másodunokatestvérem, hiszen édesapám unokatestvérnek a gyermekei. Viszont a közvetlen családi unokatestvérekkel is nehéz kapcsolatot tartani, akik már mondjuk unokatestvér ágon rokonok, ővelük még nehezebb, de például volt már Berettyán találkozunk, amit egyik unokatestvérem szervezett, Hajdúszobosznak egy egész családfát állított föl, és Tamás leszervezte, és mindenki ott volt, Pécstől kezdve Budapesten át, Debrecenig balmazási mindenki. Átszövítek az országot? Igen, mondhatjuk, hogy az ország majd minden pontján van valaki, aki rokonként éli életét.
Így is nagyon szuper volt ez a találkozó, ahol nagyon-nagyon komoly számban voltunk jelen, és akkor főzés, egy kis közös hétvége volt. Egyébként mi az, amivel benneteket útnak indítottak? Tehát én tudom, nagyon fontos, és hallatszik is egyébként, ahogy válaszolsz, nagyon fontos számodra a család, édesapád, édesanyád, de mivel indítottak útnak? Azon túl menően, hogy én azt gondolom, hogy te alapvetően az a fajta ember lehetsz, akinek úgy megvan a célja, és erről beszéltünk is, hogy megvolt a célod, de hogy lehetett téged valamennyire terelgetni, kicsit jobbra-balra húzni, hogy kisfiam, ne menj annyira ebbe az vagy a másik irányba, hanem úgy hagytad, hogy egy picit beleszóljanak? Úgy gondolom, hogy az alapmodell, ahogyan ők éltek, annak a pozitív dolgait próbáltam beépíteni az én gondolkodásomba, de ezzel együtt azért nagyon nehéz befolyásolni, nehezen tudnának mondjuk egy üzleti döntésemben befolyásolni. Ezt is szoktam több helyen megemlíteni, hogyha beszélgetünk erről, hogy gyakran van olyan, hogy megkérdezem, mi a véleményük, ha azt mondják mind a ketten nem, akkor tovább gondolkodok rajta. Ha azt mondják, hogy hát lehetne, akkor azonnal belevágok. Ha azt mondják, hogy jó, akkor 150%-kal vágok bele. Mert ugye édesapám szoktam mondani magáról azt, hogy igazából hasonló üzleti érzéke, csak nem volt olyan bátor. Azt kell megtalálni, hogy mi az, ami a bátorság határán belül van, és mi az, ami már vakmerő. És hogyha ezt a vonalat jól meghúzom, akkor a vakmerőség nem mehet másnak a kárára. A céltudatosság jutott most így hirtelen rólad eszembe, a bátorság az mindenképpen. Mivel egészítenéd még? Milyen vagy te úgy, amit úgy rá lehet húzni a személyes életedre, magánéletedre is, meg a munkás életedre is? Hát aztán egyetértek vele, hogy céltudatosnak gondolom magam. Én következetesnek is vélem magam, ha más nem csak a játékvezetésben, és rengeteg olyan dolog épült be, akár a magánéletembe, akár az üzleti életbe, hogy a pontosság az nálunk elengedhetetlen, hogy a játékvezetésben a szabálykövetés is lényegében elég fontos tényező. Próbálok is, ez szerint bár nem minden szegmensében vagyok jó, de azt a rendőrség mindig meg is honorálja, ha valamiben nem vagyok éppen szabálykövető. Ez a pontosság rovására Szó szerint a pontosság rovására írható, igen, és gyakran pontokkal is jutalmazzák. Úgyhogy innentől kezdve igazából ezek azok a dolgok, amik leginkább az utamat mutatják, vagy amik leginkább jellemeznek. És azt mondom, a következetesség az a legeslegfontosabb dolog, mint játékvezetés, magánéletben, üzleti életben. Ezzel együtt természetesen vannak olyan helyzetek, hogy az ember elgondolkodik, de az őszintesség, az egyenesség, ezek nagyon fontosak számomra. Sosem akartál külföldön élni? Én tanultam Olaszországban, ez 3 hónap volt. Nagyon szeretem Olaszországot, de én egyébként mindig nagyon jól érzem magam Debrecenben, nagyon szeretek itt élni, és igazából számomra itt minden adott ahhoz, hogy jó életet érjek. Mondjuk egy tengerpartot elbírnék is állni, de ezen túl igazából számomra minden adott itt, legyen az kikapcsolódás, sport, kultúra, bármilyen területe az életnek, ami a gyerekkel, bármilyen programon való részvétel, nagyon színesek a programok, igazából nem tudok olyan szegmens mondani, amire azt mondom, hogy hát ez miért nincs. Lehet, hogyha mondjuk megvizsgálnánk egy olyan szegmest, ami valakinek nagyon fontos, abban lehetne, de én alapvetően sem úgy gondolkodok, hogy azt próbálom megkezdeni, hogy mi a hiba, hanem azok a dolgok, hogy mi az, ami rossz, hanem azok a dolgok, amik vannak, azoknak próbálok örülni, és azokkal próbálom boldoggá tenni magam, amik jelenleg vannak, hiszen sopánkodhatnék azon, hogy mi nincs, de attól még nem megyek előrébb. Az, hogy nem akartál elmenni, vagy így hosszabb időt tölteni, az azt is jelenti, gondolom, hogy amikor elmész rövidebb időre és visszajössz Debrecenbe, akkor annak valami jó érzése van. Mit ad neked Debrecen? Alapvetően bárkor legyek az autópárról és megérkezek Debrecenbe, akkor egy ilyen megnyugvó érzés van rajtam. De ez bárhogy, hogy csak elmegyek Budapestre tárgyalni és hazajövök, hogy na, végre itthon vagyok. Igazából tényleg a családom, minden itt van, minden ide köt, az életem, a munkám. Lehet, hogy Győrben, Budapesten, Kecskeméten, Pécsen vannak telephelyeink, de ettől függetlenül hiába mondjuk a forgalmunk legkisebb százaléka jelenik meg Debrecenben és vonzás közvetében, ettől függetlenül
Debrecen még mindig a központja mindennek számomra. Én soha nem mennék mondjuk Budapestre föl és élnék ott életvitelszerűen. Nem azért, mert nem szép, mert szép város, de Debrecen sokkal szebb. Az újságkódás alatt sok-sok apró sarokra is eljutottam, ahol mondjuk nem mindenki. Igen, úgy otthon vagy akkor ebben a városban, abszolút. Én azt gondolom, igen. Az anyukádról is beszélgessünk, aki szerintem milyen központi helyet tölt be így a fiúk életében, bár egy kicsit elnyomásban lehetett a három férfi, és ugye neked még ráadásul a kisfiad is van, tehát meg a bátyádnak is van a gyerekei, tehát hogy úgy lányként úgy eléggé háttérbe szorulhatott anyukád. Valóban mondhatjuk azt, hogy háttérbe volt, de igazából, mint a napon nagyon sokat dolgozott, ezért azokat az értékeket, amit őtől láttam gyermekként, meg amit őtől tanultam gyermekként, azok a mindennapjaimban ott vannak. Én azt gondolom, hogy az édesanyja szerepe egy gyermek életében az kiemelkedően fontos, és a tanulásommal, a tanulási metodikámmal, bármivel kapcsolatban, ugye mindig ő volt úgymond mellettem a tanulások során, és azokat az iskolai eredményeket, azt a tudást, amit az iskolában megszereztem, azt mind a mai napig azt mondom, hogy ez 99,9%-ban neki köszönhető, hiszen ő volt az, aki azt a mintát mutatta, amit mutatott. Természetesen rengeteg más, ugye a főzéshez való kapcsolatom, de mondhatom azt is, hogy a bátyám, aki szenzációsan főz, ő is nyilván azért ment ebbe a személyes, mert láttuk édesanyjánk, hogy nagyon fontos ezek a mintákat, amiket otthonról kapunk. Ezt is próbálom ugye a Dani esetében is alkalmazni, és nekem ő ezekben a szegmensekben mutatott olyan komoly példát, és hát természetesen a család és a család fontossága, tehát az, hogy nem emlékszem bármikor olyan alkalomra, hogyha anyának mondtam volna valamit, akkor az természetesen nem az van, hogy megkaptad egyből, vagy megcsináltam egyből, hanem ha kellett esetleg tennem érte, de mondjuk az utat mutatta hozzá, hogy hogyan. Hát ahogy egy jó szülőnek véleményem szerint kell ezt tennie, úgyhogy ez a legnagyobb érték, amit tőle kaptam szerintem. Hogyan próbálod meg ezt valahogy úgy viszonozni? Vagy törődésben, vagy gondoskodásban, mert hogy te pont az ember vagy, azt hiszem, hogy aki ezt nem hagyja így szó nélkül, hanem most egy kicsit fordult talán a kocka. Azóta, hogy ugye együtt dolgozunk, lényegében azóta elég sokat fordult a kocka, hiszen ugye napi szinten vagyunk együtt, ugye édesanyám a Debrecen Egyetemen dolgozott, és most már nyugdíjas, de egy olyan nagyjából 6-7 éven keresztül dolgoztunk együtt, lényegében minden napi kapcsolatunk volt. Egymástól egy olyan 5-600 méterre élünk, tehát igazán lehet, hogy 1000 méterre is van, de nem is ez a lényeg. Így igazából egymáshoz eljutnunk semmiben nem tart, és nekem ez teljesen természetes dolog, hogy mondjuk otthon a nappaliba tévézek, és egyszer csak kinyílik az ajtó, és bejön édesanyám, meg édesapámmal, vagy betolják a biciklit a kertbe, és akkor hátul kopognak az ablakon. Nekem ez teljesen természetes. Úgy, ahogy én nekem is természetes az, hogy egyszer otthon ülök a teraszon, és gondolok, hogy egy is átsétálok, hogy azt megkezdem kisfiamat, hogy van-e kedved átmenni a szőlőbe kergetőzni, és akkor átsétálunk, és akkor kergetőzünk. Tehát, hogy nekem ez teljesen természetes. Hát nekem egy természetesen nagyon jó volt most legülni veled így beszélgetni. Köszönöm, hogy szakítottál időt. Köszönöm rám szépen így a teendőid mellett is. Azt gondolom, hogy legközelebb, amikor beszélgetünk, akkor legalább a boci-boci tarkát, azt tud eljátszani. Megígérem, legközelebb, amikor beszélgetünk, nem a boci-boci tarkát, és köszönöm szépen a meghívást. Köszönöm. Egészségünkre.